Hatalmas tandem van kint a Szirál kiállításon a metró. Gyakorlatilag itt mindent meg tud magából mutatni az áruház. Ez így van. Ugye 23 éve vagyunk a Magyar Vendéglátás Gasztronómia első számú partnere. Itt most a Szirál kiállításon is, aki eljön, látja, hogy nem kérdéses, hogy a metró standja a legszínesebb, legizgalmasabb, leginkább sok újdonságot felvonultató. Úgyhogy büszkék vagyunk, hogy itt lehetünk, harmadik alkalommal így már a Szirán. Az világosan látszik, hogyha valaki a vendéglátásban dolgozik, akkor a metrónál mindent megtalál, és ez itt is a standon látható. Így van, sőt, tovább is mennék. Nem csak mindenféle alapanyagot találhat meg, hiszen tényleg minden kategóriából van nálunk, ami kell egy vendéglátónak. Az áruházakban is, a kiszállításban is, és természetesen a legjavát kihoztuk ide a kiállításra. De élelmiszeripari alapanyagokon túl hoztuk az úgynevezett non-food kínálatunkat, ami azt jelenti, hogy a vendéglátó konyhájába vagy vendégterébe mindenféle eszköz, kiseszköz, gép, berendezés, ami szükséges, azt megtalál nálunk. Sőt, tovább megyek, nem csak megtalálja ezeket az eszközöket, hanem profi konyha megtervezését, kialakítását is vállaljuk. Az nem elég most már, hogyha egy vendéglátó megkapja az alapanyagot, hogyha megkapja a felszereléseket, a piacon jelen kell lenni. Ez nyilván egyre fontosabb, mert olyan szolgáltatásai vannak, amik abban is segítenek, hogy a saját partnerei erősek legyenek a piacon. Így van, igazából a küldetésünk ez, hogy igyekszünk olyan termékeket, szolgáltatásokat, vevőkezelést biztosítani, amivel hozzájárulunk a vendéglátó partnereink üzleti sikeréhez. Ezért vagyunk, ezért dolgozunk minden nap, és valóban az élelmiszeripari termékeken, illetve az egyéb berendezéseken, konyhai berendezéseken túl van most már egy fél tucatnyi olyan szolgáltatásunk is, amit fel tudnak használni a partnereink, amit egyébként nehezen tudnának máshol megszerezni, vagy drágábban, vagy amihez egyszerűen nincs idejük, szakértelmük. Ezeket mind meg tudják kapni direktben a metrótól, vagy a metró partnereitől. Ebben mondjuk egy kiemelt terület a digitális részleg, vagy a digitális szolgáltatások. Így van, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy újdonságként az idén megjelentünk olyan digitális megoldásokkal is, amelyekkel hozzájárulunk egy-egy étterem megjelenéséhez a saját vendégköre irányába. És ez egy újdonság azon túl, hogy megvan a természetesen szolgáltatás palettánkban a hagyományos HACCP. Tavaly óta itt van az új kiszállítási szolgáltatásunk, ami Metromex néven működik, és országszerte eljuttatja a termékeinket azokhoz, akiknek nincs ideje bejönni az áruházba, akkor eljuttatjuk az ő éttermükhöz a termékeinket, illetve harmadikként még kiemelném a higiéniai támogatási programunkat is. És visszatérve akkor a digitálisra, itt két nagyon komoly termékünknek van igazán a premierje itt a Szirán. Az egyik egy ingyenes honlapkészítő szolgáltatás éttermek számára, ami azt jelenti, hogy nem csak bemutatjuk, beszélünk róla, hanem hogyha valakit érdekel, 5-10 percen belül, maximum 10 perc, elkészítjük a saját honlapját, ami attól a pillanattól kezdve él, és az interneten megtalálható az az étterem. És pluszként fűzzük erre rá internetes asztalfoglalási rendszerünket is, ami azt jelenti, hogy ha valaki érdeklődik, asztalt szeretne foglalni, akkor ezt megteheti szintén díjak mindenféle díjtól mentesen, közvetlenül a vendéglátó partnerünknél. Hát ez így nagyon kereknek, nagyon komplexnek hangzik. Vannak-e már olyan tervek, amiről te mondjuk tudsz, és nagy jövőt látsz benne, vagy izgalommal tölt el? Igen, egy csomó innovációnk van a termékekben is, tehát aki kijön ide a Szirára, láthatja, hogy akár a zöldséggyümölcs területén, ahol több mint 400 féle terméket vonultatunk föl, akár a húsokban, húskészítményekben szintén körülbelül 400-as szortiment, amivel a metróáruházakban találkozhat a vevő. A borokra is nagyon büszkék vagyunk, azt hiszem, hogy az ország egyik legszebb borválasztéka, több mint 1000 féle borból válogathatnak a vevőink. Természetesen magyar emberként mindenki nagyon nagy erőszeretettel választja a magyar bort, de nálunk megtalálja emellett világ minden tájáról is a bor különlegességeket. És utolsóként semmiképpen nem hagynám ki, amiről a metró igazán híres, az a halválaszték. Magyarországon abszolút egyedülálló az, hogy több mint 90 féle sós vagy édesvízi halat találhatnak meg az áruházainkban, és ebből 30 Magyarországról származik, ami szintén nagyon jó. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minél több ember élvezze, kóstolja meg, és rendszeresen fogyassza a halakat. Nagyon fontos, hogy a Metro most már évek óta kiemelt partnere a Bocuse d'Or versenynek. Így van, a Bocuse d'Or a világ legismertebb, híresebb
nemzetközi séfversenye, ahol a világ minden tájáról megmérettetik magukat a séfek. A végső döntő majd Lyonban lesz, és a magyarországi döntő pedig itt, Szirá kiállítás területén holnap lesz. Ami nagyon izgalmas számunkra az, hogy mi vagyunk a beszállítói ennek a versenynek, ami azt jelenti, hogy minden alapanyagot a Metro biztosít számukra. Van egy kis piac is, a zöldséggyümölcs piac, ahonnan a séfek kiválogatják, hogy ami szükséges nekik a főzéshez, illetve a hús, fűrtojás alapanyagokat is szintén nálunk találják meg, és tőlünk kapják, mind a felkészüléshez, mind pedig a versenyhez. Az hogy sikerült elérni, hogy a Bocuse d'Or a Metrót válassza ilyen fontos területen, mint az alapanyag? A nemzetközi együttműködés az több mint 15 évre tekint vissza, tehát Franciaországból indult, ami a Bocuse d'Or versenynek a hazája. Itt Magyarországon pedig több mint 7 éve dolgozunk együtt a Magyar Bocuse d'Or Akadémiával, és azóta, amikor ez még kevésbé volt ismert és híres, azóta támogatjuk az akadémiát, a versenyzőket, felkészülési helyszínt is biztosítunk számukra a Metro Gastro Akadémiáján, és folyamatosan hozzánk jönnek, hiszen a legmegbízhatóbb forrás Metro Magyarországon hozzánk jönnek az alapanyagokért. Úgyhogy azt gondolom, ez egy természetes együttműködés mindkét irányban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!